Kurdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Tolna megyei Tűzoltó Szövetség összefogásával 16. alkalommal került megrendezésre Kurdon a Tűzkakas Diák Tűzoltó Verseny. A rendezvény elsősorban a kisiskolásoknak szólt és játékos formában valósult meg. 14 állomáson 14 feladat várta a diákokat, ahol próbára tehették az ügyességüket és az elméleti tudásukat is. Igyekeznek minden évben új feladatokkal előrukkolni, ezzel is a gyerekeknek szeretnének maradandó élményt biztosítani. Eddig a medicinlabdását, azt a célbagurítást, meg most ezt a bombázsot. A helyi általános iskola diákjain túl jöttek Bonyhádról, Kocsoláról, Nagymányokról és Gyulajról is gyerekek. Bán Attila, a Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tűzoltó ezredese elmondta, hogy a megyében 22 önkéntes egyesület teljesít szolgálatot, ezzel is segítve a katasztrófa védelem tűzoltó állományát. A kurdi önkéntesek még mindig is kiemelkedtek ezek közül, hiszen olyan jellegű feladatot vállalnak még a településen, amikor is 4500 óra kötelező készhelyétet hajtanak végre, úgynevezett beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületként tevékenykednek. És hogyha kérben nézünk itt a gyerekek, ugye az önkéntes tűzoltó egyesületeket képviselik, ugye mai napon itt 14 csapat van, az önkéntes tűzoltó egyesületek készítették fel őket, illetve azon iskolák pedagógusi, akik kapcsolatban állnak az egyesületek. A Dombóvári Egészségfejlesztési Iroda segítségével az első segélynyújtás fortéjait is megtanulhatták a gyerekek. A verseny célkitűzései között szerepel a diákok játékos formában történő felkészítése a vészhelyzetekre, az együttműködési készségek kialakításának segítése, a tűzoltóság múltjának, hagyományainak megismertetése. A Bátaszéki Általános Iskolából kerülnek ki a Cikádor Főnix Egyesület tagja is. Versenyekre ők is járnak, legutóbb Tatán tehették próbára a tudásukat a 10. országos ifjúsági tűzoltóversenyen, ahol 5. helyezést ért el a csapatuk. 3 éve, amikor a Főnix létrejött, akkor ezt egy kicsit bővítettük. Hát nem csak a tűzoltás műszaki mentési részével foglalkozunk, hanem elsősegélynyújtás, életmentés, egy kis honvédelem, egy kis rendvédelem, mindenből egy kicsike. Jó megfűszerezve önkéntességgel, tehát itt mindenki önkéntesként, tehát inkább beleteszünk, mint kiveszünk belőle. A gyerekek szívesen tagjai az egyesületnek, iskolán kívüli heti egyszeri elfoglaltságot jelent nekik. Nem csak gyakorlatoznak, hanem vannak közös játékok és szalonnasütés is. Jó a társaság, szoktunk menni versenyezni, most pont nemrég volt a legelső versenyem itt, és hát nagyon izgultam. Tolna megye több településén is versenyekkel, szakkörökkel próbálják a gyerekeket a tűzoltó egyesületek körül tartani, remélve, hogy a későbbiekben ők szolgáltatják majd a lánglovagok utánpótlását.